1973. szeptember 18-a. Ezen a napon Mindszenty József, a Magyar Katolikus Egyház vezetője, a száműzött hercegprímás Kanada földjére lépett. Óriási vágyakozással a lelkében indult el, hogy hazájától távol élő magyar népét felkeresse. Mindszenty bíboros 26 év után tért vissza Kanadába. 1947 nyarán már járt ott. Részt vett azon a Mária konferencián, ahol a katolikus egyház vezető bíborosaival, köztük az akkora legbefolyásosabbnak számító Spellman New York-i érsekkel találkozott. Mindszenty célja az volt, hogy segítséget kérjen a nyugati hatalmaktól.1947. júliusában Mindszenty József egy viszonylag feszült belpolitikai magyar helyzetből indul el Kanadába. Talán az a remény is vezérelte, hogy a külföldi magyarság, illetve a nemzetközi közvélemény egészének segítségével feltérképezheti, hogy van-e mód bármit is, bármennyit is megmenteni abból a történelmi Magyarországból, abból a Szent Istváni Birodalomból, amelyet ő egész életében tisztelt. Mindszenty József hercegprímás a New York-i Spellman érsek meghívására az Egyesült Államokat is felkereste. Útja során meglátogatta a magyar közösségeket is. Körülbelül 12 éves voltam, és nem túl sokat emlékszek rá, de itt voltam már, mert én Detroitban születtem. De egy dologra mindig eszembe jut, maradt, hogy mikor itt volt, az, én még a helybeli újságokban is abban volt, hogy a Mindszenty bíboros úr már akkor is tudta előre, hogy mire vár, mikor hazamén vissza Magyarországra. És próbálta a testét készíteni arra, abban a szempontból, hogy a szobájában itt a parókián nem az ágyba feküdt, hanem a földön. Mindszenty József személyes sorsára nézve, ez az 1947-es amerikai utazás szerepet játszik egyértelműen a letartóztatásában, hiszen, hogy Ottawa mellett egy zárdában találkozik Zita özvegy királynéval, és annak egy lány gyermekével, majd később Spellman New York-i érsek vendégeként pár napot eltölt New Yorkban, és itt Habsburg-Ottóval való találkozás. Tehát a köztársaság elleni összeesküvés vágya az konkrét nyomaiban erre a találkozóra is igazoltnak tűnően visszavezethető. A kommunisták okozta szenvedések, a megaláztatások, a 15 évnyi önként vállalt elzártság után Mindszenty József bíboros 1971-ben a Vatikán felszólítására elhagyta Magyarországot. Távozása után a bécsi Pázmáneumban alakította ki rezidenciáját. Innen indult el 1973-ban az észak-amerikai kontinensen élő népét felkeresni. Egyike ama országoknak, amelyek láttára nem kell elfacsarodni az embernek a látottakra. Tudom, örülök neki,
és örülök azért is, hogy az itt levő magyarok nem rossz helyre kerültek, ha már nincsenek otthoni hazájukban. Mikor megjött, mivel nem fért volna el a magyar templomba, a Szent Mihály katedrálisba fogadta őt az itteni püspök. Mikor bejött Vincenti kardinálisunk a templomba, taps vihar fogadta, éljen hangzott, és mikor a herceg prímásunk fölment a szószékre, akkor a kanadai püspök felé, pókák püspök felé fordult, és azt mondta, örömmel jöttem, hogy a magyarokkal, az én testvéreimmel találkozhassam. És erre pókák bíboros a latinul válaszolt, most már látom, hogy ön miért a magyarok apja. Engedje meg, hogy én is apámnak szólíthassam. Isten dicsősége legyen tőletek. Isten békéje feletek. Hitetek és magyarságtok erősödjék. Az a megtisztelő feladat van, részesültem, hogy megkértek, hogy mint orvos vegyek részt abban a csoportban, amelyik megérkezésétől a távozásáig végig kísérte őt. Ő nagyon hivatalosan érsek és bíborosi ruhába járt, és ahhoz a cipője egy bársonycipő volt, és október lévén belelépett egy olyan pocsolyába, és elázott a cipő. És mikor kértem a titkát, hogy hozzanak egy másik cipőt, mondták, hogy nincs másik cipő, hogy én féltem, hogy ilyen cipőbe kell a napot végigcsinálni, és mondtam két fogadás között, hogy eminenciásorom, tessék bejönni a másik szobába, gyorsan vettem a lábról egy mintát, hogy hozzatok egy másik cipőt, de pontosan akkor a lába volt, mint nekem. Úgyhogy én telefonáltam haza, hogy van otthon egy még soha nem használt olasz cipőm, fekete cipőm, és a nővérem behozta, és pontosan illett a lábára, és nagyon kényelmes cipő volt. Amikor elment, megkérdezte, hogy tennék-e neki egy szívességet, neki adnám-e a cipőmet, és azt mondtam, boldogan odaadom, úgyhogy ez a uraságoktól levetett cipő fordított példája. szeptemberében, amikor idejött, akkor én még a szabadságharcos csoportnak voltam az elnöke. Meghívtak engem is, a parlamentben volt neki egy fogadás. És amikor mindenkit ott az ajtónál álltak, bemutattak engem is, azt mondja nekem, ismerős az arcod! Mondom, igen, találkoztunk már a Gyűjtőfogház kiskórházába. Aztán később találkoztam vele, amikor koszorúzta, mielőtt elment Calgary felé, akkor a szabadságharcos emlékműhöz jött, és ő ment elől, a háta mögött volt, vitték a koszorút, megállt, fölállt oda a kis emelvényre, ami ott van, és ott kezdett beszélni, és amikor beszélt, egyszer csak megindult a víz, és jött a sugár, és a bíboros úrnak mind a nyakába ment. És erre így hátra nézett, és azt mondta, Szent Lászlóval mondom, a kövekből is vizet fakasztok. Vincenti bíborosnak a kezébe került Horthy Miklós emlékirata. Nagyon megtetszett neki a kiadás, és akkor azt mondta a Mészáros Tibornak, aki a titkára volt, hogy
én szeretném ebből a nyomdával megcsinálni az emlékirataimat. Megtörtént a telefontalálkozó, és rögtön 5 percre rá a primás kérte, hogy azt mondja, kedves Vörösvári úr, most üljön föl repülőgépre, és azonnal jöjjön át Bécsbe, mert tárgyalni akarok magával. De ne szálljon meg semmi szállodába, én elintézem magának, hogy hol fog aludni. A Pázmániumba fog lakni. Tehát miért? Azért, mert Bécsben rengeteg hivatásos csirkefogó van, akik 5 fillérre megölnek valakit, hogyha szükség van rá. Én féltem magát. Ez egy olyan könyv lesz, amit nem tesznek a kirakatba. Legalábbis az oroszok. Vörösvári elment, megbeszélték, hogy a szerződést, és kérdezte az apósom, de hol vannak a kéziratok? Azt mondja, vannak már kéziratok, de még mindig dolgozom rajtok, el fogom jutatni önhöz. Jó, elbúcsúztak, el van intézve a dolog. Körülbelül egy hónapra rá, éjfélkor a kis házának a kapuján kopogtat valaki. Éjfél körül. Azt mondja az apósom, lementem, nem tudtam ki az, aki ilyenkor próbál engem fölkelteni. Kinyitom az ajtót, egy apáca állott. Nézek rá, apáca megszólalni. Csak annyit mondott, egy ilyen plastik zacskót átadott, és tőle jöttem. Köszönöm, megfordult és elment. Ilyen tőle jöttem alapon kaptuk az összes kéziratot Ausztriából. Az emlékiratok fordítása is elkezdődött. Mindszenty Bíboros kérése az volt, hogy a kötetet több nyelven egyszerre adják ki. Az angol nyelvű fordítást az amerikai Macmillan kiadó készítette el. A könyv megjelenését követően rövid idő alatt eltűnt a polcokról és a raktárakból. Az oroszok hirtelen rájöttek, hogy milyen könyv ez, hogy mi van benne, és hogy miről beszél ez a könyv. Kínzások és minden más. Az oroszok azt mondták, kedves Macmillan cég, ha önök eltüntetik ezt a könyvet, akkor mi megadjuk önnek a jogot arra, hogy az összes orosz zenemű kiadást maguk fogják elvégezni itt Amerikába. Ez az öné. A könyvek egy nap alatt eltűntek. Mint kiderült, elvitték és elégették őket. A külföldi magyarságot és a világ sajtóját felrázta az a hír, hogy Mindszenty József Magyarország hercegprímása, Mária országának zászlósura Amerikába jön. Nagyon lelkesedtünk, hogy mégis Magyarországról a magyar ügyet valaki intézítem, és van egy vezetőnk, aki nem felejtett el bennünket. Ezért jött, hogy felszentelje az újjáépített templomot. A városi vezetőség kardinál Mindszenty nevet adta a templom előtti útnak. A templom utcatömbjének pedig a kardinál Mindszenty Square nevet. Tárogató szólt, az ének szállt, zúgtak a Szent László templom harangjai, orgonazene töltötte be a várost ezen a gyönyörű napos reggelen. Még a kívül több alló volt, mint itt a templomban, nem fértünk be, annyian voltak a népek is, persze mondom, hogy a másik falukból is, mert itt ez a része Amerikának, ez a legnagyobb magyar település, Cleveland, meg a másik a helyett, és ugye nagy mise volt itt, mondom, orgona játék, meg minden, szól. Sokan voltak. És az összesereglett hívek boldogan, szemeik tele könnyel figyelik a hercegprímás urat, amint a hercegprímás úr áldását adja a megjelent hívekre. Ez egy nagyon nagy dolog volt. Már az ő személyének a látogatása is, mint Magyarországnak a hercegprímása, aki ugyanazokon a dolgokon, sőt rosszabban, mint sokan mentünk keresztül a rákosi időkben, mert én 56-ban jöttem ki.
És a hercegprímás úr szentelt vízzel meghinti a falakat, a templom falait. Azután a hercegprímás ura kíséretével kijön a templomból. A templom körül megy, és meghinti szentelt vízzel a templom falait kívülről is. Itt látjuk az iskolás gyermekeket, egy élő láncot alkotnak, kéz a kézben állnak körül a templom körül százával a magyar Szent László iskolás gyermekek. Itt az a példa, hogy itt nem szűnt meg a templom, hanem a 20. században, annak is a második felében $500 millió adtak megújítást, ez minden esetre dicsősége az itteni egyházközségnek. Szülők, hozzátok szólok, kaptatok magyar nyelvet a szüleitektől. Kötelességetek a ti gyermekeiteknek átadni ezt a magyar nyelvet. Szent Istvánt nem lehet úgy ünnepelni, hogy a nyelve meghalljon a magyar családokban. Az új templomot fölszenteltük, én is imádkozom a mai szentmisében értetek, és az egész magyarságért, hogy adja meg Isten a helyes látást az embereknek a világnak, és úgy lépjünk át az örökké valóságba. Amen. Én szerencsés voltam, mivel a nagymise után édesapáméknál szállt meg egy pár órán át a fogadás előtt, akkor volt alkalmam először találkozni veled. Nagy élmény volt, mert édesapám még a 30-as évekből ismerte Magyarországról. Ő és édesanyám mentek át Ausztriába 1972-ben, hogy megkérjék, hogy látogasson ide át hozzánk, hogy a templom újra szentelésé, újra tudjuk szentelni, és ő részt vegyen rajta. Ő ténylegesen egy villámhárítója volt Magyarországon, hogy miért fontos a szabadság, miért fontos a katolikus egyház, és egy olyan valaki, aki nyíltan mindig kiállt a kommunizmus ellen. És mivel mi is nagyon is kommunista ellenesek voltunk itt Amerikában, ez nekünk sokat jelentett, hogy még végre van egy gerinces vezetőnk, aki kiáll amellett, amiben hisz és amit szeret. Ez nálunk a legnagyobb esemény szerintem, amit Nyugoncvikon történt. Történelmileg egy olyan nyomot hagy maga után, ami ez a szobor megellenevi elevenít nekünk generáció generációra. Figyelmeztet minket most is, hogy magyarok voltatok, magyarok vagytok, és a magyarok maradjatok. Én azt látom bele, ő most is ránk mutat, hogy megmaradjunk annak, akik voltunk. Mindszenty József bíboros számára jelentős változást hozott 1974 tavasza.
VI. Pál pápa lemondatta a hercegprímási székéről, így 1974. május 6-án már nem a magyar katolikus egyház főként, hanem csak bíborosi minőségében indult el az Egyesült Államokban élő népéhez. VI. Pál pápa üresnek nyilvánította az esztergomi érseki széket, tehát mondhatjuk úgy, hogy felmentette Mindszenty Józsefet a tisztsége alól. Döbbenettel fogadta nem csak a magyar emigráció, hanem mondhatni a katolikus világ egésze. Az nyilvánvaló volt, hogy a hercegprímás úr komoly politikai problémát jelentett a Vatikán számára, és az is nyilvánvaló volt, hogy az amerikai követségről el kell távolítani valamilyen formában. Mi fel voltunk természetesen háborodva, de ismerve a baloldalnak a viselkedését, nem lepett meg bennünket túlságosan ez. Az amerikai magyarság a pápai döntés ellenére óriási várakozással és vágyakozással megtelve várta ismételten Mindszenty bíborost. Mindenki nagyon készült, kisgyerekeket betanítottuk táncolni, énekelni, verseket mondani. Hát mindenki nagy szeretettel várta. Annyian voltak, hogy a templomba alig nem lehetett beférni majdnem. Ott tapasztaltam meg, hogy az igazi pászor az, hogy viszonyul a nyájához. Ugyanis Mindszentyhez többen idősebb emberek, fiatalabb emberek oda mentek, és rögtön szót értek velük, és rögtön megosztották a bíboros úrral bújjukat, bánatukat, és éreztem, hogy tényleg valóban egy pásztorról van szó, aki felkereste Amerikába vetődött népét is. És hogy ide is eljött mi hozzánk, és ezek az emberek, akik nem voltak talán soha Magyarországon, meg nem is tudtak róla, bizony nagyon szép dolog volt, és nagyon ünnepelték, és nagyon sokan voltak. Sok öröm volt, nagyon örültem azért, hogy mióta kislány voltam, imádkoztam érte minden nap, mikor mondtam neki a hello, akkor mondta, hogy nagyon szépen köszönte, meg érezte a sok imát. A Szent Patrikba kérem szépen egy olyan prédikációt mondott az abortusz ellen anyák napján, hogy mindenki hanyat esett tőle, mert olyan fantasztikus jó volt. Szóval, és hogy hát főleg mindenütt azt hangsúlyozta ki, hogy támogassátok a magyar templomot, gyerekek beszéljenek magyarul. Ti nektek ezt a Szent István oltárt nem szabad itt hagynotok, és nem szabad engedni azt, hogy öregasszonyoknak a temploma legyen csak. Nekem ez volt a nagy benyomás, hogy itt van egy ember, aki tulajdonképpen, mint főpap, meghozta azt az áldozatot, ellenkezett a rendszerrel, és hát ezért meg is kapta a magáét. Az biztos, hogy ő nagyon a szívén viselte a külföldi magyaroknak a sorsát is.
nem is tudom elmondani. Én őtet nagyon nagy embernek, és nagyon olyan valakinek tartottam, és tartom mai napig is, aki nagyon sok minden kibírt a magyarokért. Ha magyar föltámadást akarunk, akkor a magyar édesanyák jelentkezzenek, ne pedig a bűnben vesszenek el és romoljanak el. Örökre egy inspiráció marad, örökre. Ez egy olyan láng lélek volt, ezt nem lehet elfelejteni, és szerintem fontos, hogy a Magyarországon is tovább ápolják az emlékét. Remélem. Mindszenty József bíboros pásztori útja, a napról napra elhangzó üzenetek egyre jobban felrázták az amerikai magyarokat. A bíboros célja az volt, hogy életben tartsa a szunnyadó magyar lelket.